Tudjátok, hogy el tudom szívni a szellem farkasomat, a lélek farkasomat? Ez egy szuper van egy olyan subreddit, hogy brand new sentence. Igen. Hellosztok! Sziasztok! Buongiorno! Köszöntünk szépen mindenkit, visszatértünk ismételten egy patkánymelós epizóddal, és... Hát mi lesz mai napra a projekt, emberek? Hát, én folytatom a kancsikat, megyek is, hagyjatok békén. Varusz, ez már hanyadik stream amúgy, hogy te kancsizol? Ja, várjál, szerintem. Hogy volt? Egy, kettő, ez a negyedik. Varusz és a kancsik. Igazából egy ez... kis patkánymeló van. Nem, igazából ez csak a második stream, hogy kancsizok, a többi ez nem kancsi volt, hanem kana. Viszont hamarosan lesz egy újabb közönség találkozó, méghozzá Sopronban, most szeptember 19-én, tehát szombaton várunk mindenkit egy videós találkozóra, megújult programokkal, egy új interaktív videóval, nagyon kellemes hangulatba szoktak telni, és tök sokatokkal szoktunk találkozni. Remélhetőleg most is összefutunk, a rendezvénynek a linkjét, a jegyvásárlás mind megtaláljátok a leírásban. Elkészült a sárkánynak a kohója, hogyha esetleg ide jöttök a sárkányhoz, akkor meg tudjátok ti is nézni. Igazából nem is kell rajta ülnöm és tüzet fújnom vele, elég, hogyha csak a közelébe teszem, azóta megoldottuk ugye a lak problémákat, és a sárkány elkezdi fújni és tüzeli a kohót. De ez annyira durván, annyira sztarnoista módon csinálja, hogy még álmában is fúj. Ha, tüzet. Hát álmában, te is lélegzel álmodban, nem? Na jó, de csak nézd meg ezt a szerencsétlent, hát ez kirángatózik így álmában. Hát... De várjál, most melyik sárkány? Hát a tüze, hát a narancssárga. Mert itt vagyok és nem látok semmit, de gondolom akkor rossz helyről nézem. Ja, hogy hogy a fenekében fújja? Nem lényeg az, hogy melyik irányában, tehát hogy igazából fújná így a seggével is igen a tüzet, és gyújtaná be a kohót, csak... Túl sok csilis babot kell hozzáenni először, nem? Hát nem én akartam ezt kimondani. Meg este van. Nem mindegy, elkészültek a Dragon Steel-ek. Oh no, Doggy Andy felrobbantotta Doggy Andy-t? What? Okay? Ez micsoda? Ó, itt volt egy elrejtett láda? Igen, és azt nyitottam ki. Nem tudom, de nem volt voltam. Na, nekem meg elkészült akkor egy kardom, a Fire Dragon Steel Sword, és borzasztó régóta gürizek ezért, hogy ez meg legyen. Ezért kellett kinyirogatni a sárkányokat, kiszívni a vérüket, felállítani ezt az egész kohót, kiégetni a Dragon Steel-eket, és ez végre egy OP kard. 22-t is sebez. Hát mondjuk ki tudja. Lehet, hogy durran felencsántól gyémánt. Nem, mondjuk egy gyémánt kard az 7-et sebez, ez meg 22-et. Jó, szóval ez OP. Akárhogy is nézzük. És hát küldetés is volt, és akkor ez itt ennek a questnek a végem. Hello, hello, Varus. Na. Mit hoztál, vagy mit nem hoztál? Nem hoztam, nagyon vicces dolog. Hat vicces dolog. Igen. Azok, nem, na, szóval... Egy kis feladat, de vannak ezek az alkalmazások, amikkel ilyen RPG játékkel tudjátok a saját életeteket varázsolni, mit tudom én, ilyen plusz pontokat, meg szinteket tudtok azért kapni, hogyha mit tudom én, kimentek mozogni, vagy futni, vagy elvégeztek a házi munkát, kivéztek a szemet, meg ilyenek. Hallottok ilyesmiről. Na, én nem használok ilyet, ez nem az a lényeg. Nem ismerek valakit, nem használok semmi alkalmazást, de évek óta hadilábon állok a fogmosással, ami azt jelenti, hogy bármennyire is nagyon fontos, utálom csinálni, mert ilyen frusztráló, repetitív mozdulatsor, idegesítő. De szóval hogy? Kitaláltam idén, még valamikor júliusban, hogy az lenne ideális, hogyha naponta háromszor mosnék fogat. Ami ugye igazából még, tehát ugye kétszer illik minimum. Igen. Azonban, amikor lusta vagyok, akkor kétszer. Tehát így. Azt mondtam, hogy akkor valami motiválom kéne magamat, úgyhogy kitaláltam magamnak egy ilyen pontszerző rendszert, amiben kombók is vannak, meg minden jó. Tehát ja, hogy elmentél most fogat mosni? Elmentem most fogat mosni, mert ránéztem az órára. Várjatok. És 17:58 volt. Igen. És mivel ma délelőtt reggel lusta voltam fogat mosni, rájöttem a rendszerem alapján, hogy ha ma 18 óra előtt egyáltalán nem mostam volna fogat, akkor ez a játék most nekem game over lett volna. Úristen, akkor megmentetted ezt az egész mentőt. Két perccel a véget megmentettem. És az a baj, hogy ne tudjak úgy csalni, hogy mondjuk 5 percen belül megmosom háromszor a fogamat, így fel van osztva a nap három blokkra. És mind három blokkban egyszer mosom fogat, egyszer reggel, egyszer délben, ebéd után, egyszer meg este, ugye, ahogy illik. Uh-huh. Ahogy illik. És mert a reggeli fogmosás úgy néz ki, hogy 12 óra előtt kell megtörténjem.
a délutáni, meg 12-18 óra között. De azért kapsz ezért valami büntető pontot, hogy ez most nem történt? Büntető pontot nem kapok, úgy néz ki, hogyha egy nap csak egyszer mosok fogat, az nem számít bele semmibe. Hogyha egy nap kétszer mosok fogat, vagy háromszor, és ezeknek a ezek történnek zsinórban, akkor az egy játék, és a napi első fogmosás egy pont, a második az két pont. Tehát ha kivétel, hogy egyszer mosok fogat, akkor semmi nem lesz belőle. Ha kétszer mosok fogat, az három pont arra a napra. Ha egy nap háromszor mosok fogat, az 1+2+3, az 6 pont. De hogyha egymást nem tudna a zsinórban háromszor mosok fogat, akkor ez egy kombó. Tehát a másik napnak kétszeres szózója van, a harmadik nap háromszoros, négyszeres, ötszörös, blablabla. Bla. De hogyha egy nap kimarad és csak kétszer mosok fogat, akkor nem ér véget a játék. Hogy ütöm a pontokat, csak elvesztem a kombómat. De hogyha egy nap csak egyszer mosok fogat, akkor game over a játéknak. Zseniális. Igen, de hogyha egyszer jön egy olyan nap, amikor egyáltalán nem mosok fogat, akkor az az ultimate game over és az egész pontgyűjtős játék véget ér. És olyan, szerencsére olyan nap, július 17-e óta, amit elkezdtem, hogy nem mostak fogat, nem volt. Büszkék vagyunk rád, Barbie. Igen. 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 És ma, tegnap is kétszer mostan fogad, azelőtt is, és az a baj, ez nekem, ez nem szórakozásból csinálom, nekem sokkal több lyukas meg tömött fogam van, mint illene legyen, mert utálok fogat mosni. De amióta ezt... Igen, illik. Tényleg? Nem tudom, hát nyilván a nulla. Értem. Szóval, amióta ezt csinálom, azóta van motivációm, hogy fogat mossak, mert mindig meg akarom dönteni a saját rekordomat. Szóval úgy tök jó, hogy ilyenekkel tudod motiválni magadat, de én soha nem hallottam Rálatos. Még olyat, hogy valaki nem szeressen fogat mosni. Olyan... Nem szeretek fogat mosni. Tegnap a cseten írta valaki, hogy ő mindig sírva mos fogat, és most is írta, hogy akkor Varus is biztos ilyen. Nem, az a baj, én nem szeretem az ilyen tehát nyilván tudjátok, hogy az ismétlődő mozdulatsorozatoknak a koordinációjában nagyobb szerepe van a kisagynak, mint a bonyolultabb mozgásokban. És megkedvelted ennek köszönhetően? Nem, de kapok pontokat. Pontok, Lacikán, pontok. Jaj. Semmi, valami a számba volt. Lehet a fogképen, nem? Szóval... Én csak mutattam egy kellemes muzsikát, és hallgattam a fogmosó sztorit. Aztán csak... Úgy voltam vele, hogy úgyis elkezdjük legalább fél hatkor a streamet, mert illene legalább fél hatkor elkezdeni, és akkor előttem meg kényelmesen fogat mosni. Varus ma beszédes kedvében van. És ez, ennek van egy második jótékony hatása. Mikor nem vagyok beszédes kedvemben? Van egy második jótékony hatása ennek a rendszernek, az, igen. Hogyha mondjuk van egy kombóm, és egyik nap mondjuk véletlenül 12 óra után kelnék föl, ébrednék föl, akkor automatikusan elvesztem a kombót, szóval ha esetleg rohadt későn is alszok el, akkor is muszáj fölébredjek 12 előtt, hogy megtartsam a kombót. Ez jó, ez az a része, amit már azt mondom, hogy ez lehet, hogy nekem is jöttenne. Tehát azon gondolkoztam, hogy az első blokk az reggel 6 és 12 között van. Tehát akkor kell megtudjani a reggeli fogmosás. A délutánja az 12 és 18 között, és úgy voltam vele, hogy hát az esti fogmosás az valamikor este, tehát délután 6 és reggel 6 között, mert... De aztán rájöttem, hogy basszus, hogyha mit tudom én hajnali 2-3-kor mosok fogat, az ne számítson már. Szóval szerintem lefogom a harmadik blokkot rövidíteni úgy, hogy este 6-tól éjfélig. Tehát ha éjféltől után mosok fogat, az nem számít sehova. Úgy lenne a korrekt szerintem. Szerintem én átírom a streamet Varus fogmosós végigjátszására. Amúgy ez tényleg egy végigjátszás, mert már mennyedig a Strom, hogy most legutóbb 60 pontom volt. Ja. És elvesztettem. Egyszer egy fogorvosi rendőrben láttam egy ilyen, olyan volt a poszteren, hogy egy igazi szuperhős naponta kétszer mos fogat. Hát akkor én mi vagyok, ha háromszor mosok? Ez olyan, mint az a poszter, hogy... Ilyen viselkedj a poszter, hogy rá volt írva, hogy Batman is mindig szót hallgat az anyukájára. És így... Batmannek nincs, az az egész eredet története. Azt tudjátok, hogy Batman miért Batman? Mert megharapta egy denevér, és... Nem megharapta, hanem félt. Gyerekkorában traumája volt, és félt a denevérektől. Ha Pókembernél bejött, akkor... gondoltam, akkor a Batmannél is. Hát nem, Batman azért Batmannek nincs... Vámpír harapta meg. Batmannek nincs semmi szuper ereje, cserébe viszont rohadt gazdag. Kicsit vidámabb dolgokról beszéljünk. Megjelent egy tudományos cikk, egy megerősített
koronavírus újra fertőződésről. Az eredeti fertőzés után 142 nappal újra kimutatták nála a fertőzést. Ez egy ilyen podcast varrusza, amit ezt a Minecraft-ozunkra átérnek. Én el akartam kezdeni foglalkozni a Arkane Workbench-el, de akkor el is kezdek, csak akkor valamit mondj közben, és akkor közben csinálgatom szerintem, mert én lemondok arról, hogy akkor ezt itt most elkezdem kifejteni, hogy mit miért csinálok. Tudtátok, hogy el tudom szívni a szellem farkasomat, a lélek farkasomat? Ez Bence, egy van egy olyan subreddit, hogy brand new sentence. Igen. Mennyi idő lesz, amíg ez felfejlődik? Hát legalább fél évig ezt kéne használnom ahhoz, hogy jaj, ne a bagoly! Nem vagy meghalt? Nem, oké. Okay. Leeldobtam egy fireballt a házon belül, azt hittem meghal a bagjunk. Szerda béka! Mi? Megmondod. Az lehetetlen. Ma szombat van. Igen, és szombat volt. Illetve majd, hogyha ezt utólag nézik, akkor valószínűleg írják, hogy dehogy is szombat van. Találtam egy szerdabékát, viszem. Hozd haza, Andi. 11 ezer méter. Még egy kettő! Haza kell jutod élve, Andi! Itt rengeteg szerdabéka van. Az nem lehet. Mondj, hogy ne lehet, Andi. Mi? 11 ezer? 11 ezer blokkra. Települtünk volna a kezdetekben 11 ezer blokkal arrébb, akkor lenne már szerdabékánk. Sok. Mert az ott a szerdabékák mennyországa. Hova rakhatom szerdabékákat? Nézd csak, itt van a name tagja szerdabékánknak. Tedd le valahova ide a földre, és akkor elnevezzük. Mi gyönyörűséges pillanat. Ó, de szép. Hát visszatértek. Vissza. De van két name tag? Egy name tag van. De... Hogyan párosít, hogyan szaporítsuk őket, Andi? Nem tudom. Mi, hogyan lehetne őket szaporítani, de gyorsan? De hogy lehet ilyen ocsmány valami amúgy? Mi van, ha nem lehet? Csak tudj, lehet, lehet mindent lehet szaporítani. Ez a Minecraft, itt mindent lehet szaporítani. Mi van, szerdebéka, megneveljelek? Látod ezt a tűzszóró pálcát? Ezzel fogom eltalálni a seggélet, hogyha rossz leszel. Hm? Jaj. Képes lenne bántani szerdebékát? Csak tiszteletre tanítom, még fiatal. Tudja, hogy mi itt a módi. Mi van szerda? Mi van szerda? Mi van szerda? Nagy a pofád, szerda, na? Megmutassam neked ezt a botot? Hm? Szerda. Tényleg fél, szegény. It's Wednesday, my dudes. Pontosan. Megint meg fog fullalni, Bence, ne enged a tó felé. Andinál van, Andinál van. Ja, nálam is van. Golden lasso. Nálam is van. Golden lasso. Nézzük már meg amúgy, kösz. Ezt most miért dobtad ide? Ha nem vagy, akkor a véletlenek. Ne, megy! Megy a vízbe! De lehet, hogy nem fog... Ja, így fullad meg ez a hülye. Beúszik a léped ele, és aztán nem kap levegőt. Úgy fullad meg tényleg? Hát most úgy ment oda. De hogy... mit csinál most? Nem tudom. Miért örül ennyire? Ugrál a vízbe. Hát szerinted béka? Csak úszik. Az előző ezen most bebizonyosodott, hogy valójában nem tud úszni, csak béna volt múltkor. Igen. Eti, ez az igazi? Nagyon szép. Azért keresjük, mert ennyire csúnya. Bence, nem, nincs igazi szerdabék a számítógép előtt, csak login volt a szerverre. Tehát nem ő hal meg a szerveren, csak a karaktere. Ére szerda. Kapsz pókszamet. Erre tényleg jönnek. Köszönöm szépen, Robi, a csillagokat. Hopp. Hopp! Gyerünk, gyerünk már! Nézzétek! És hol ott van? Ott a kis szerdabéka! A kis szerdabéka, és igazából jóval nagyobb, mint amikor ennek kéne lenni egy békának, de nem baj. Az a baj, van itt egy malac, ami ugyanilyen színű, mint szerdabéka. Ezeket igen, igazából lehet, hogy ez is egy nagy szerdabéka. Mert nem olyan látom a malacok és a békák között a különbséget. Na jó, menjünk akkor miért megszerzni. Ó, visszatértünk. Hello, csúnyaság. Megdobálak téged ilyennel. De jöttek akkor ti is? Aha. Most nem vagyok, nem csak ki legyen? Kill it with fire! Jó, hát nekem van fire respect a kardomon, úgyhogy... Amúgy én is tettem most rá. Jaj, de gyors! Áó, ez megszólt. Csúnyák, amúgy csúnyák. Jó, jó, szívósak. Miért nem tudom sebezni karda? Lehet, hogy csak még mindig a lag, vagy nem tudom. Hát de most szerintem nem kéne. Jaj, de jó, nézzétek, hogy így hozzák be az ujjokba a virágokat, a földeket, várj, amit tudom én. Jungle-nek számít, hogy a bajom? Jaj, hát, eladtam a kardomat. Hát jungle helyeken szoktak ilyen zöldek spawnolni. Valami jól néz ki.
Most komolyan izé, tűzbombával ölitek őket. Kill it with fire! Köszönöm a szívókat. Hűha. Hát ez... Akkor itt lehet van a Tropical Garden, várjál? Jaj, a kis Tropical Garden-edet, igen, gyere le, aztán miért megszerzünk? Jó, úristen, ez a kard. A hangyák. Na, itt a királynő. Nem tudja, mellé jutnék. Pedig telibba, izét ütöm. Ki akarja látni, hogy a királynőt szíjjel csopani? Senki? Szeretném, mert én is szeretnék egy... Az előző streamben szóval nem is láttam a királynőt. Csak felrobbantott. Ne! Ugye fúj! Jöttek? Az arcomba ment és a feneke... De! Igen, megfog néha, hogy olyan kedve van. Köszönöm szépen! Hogyha megteheti. Jaj, de ezek nagyon parák, te. Egy imádkozó sáska. Megtehetik, akkor megtehetik. Mérgeznek is. Védekeznek ám mindenhogyan. Jaj. Ez a királynő, ez a nagy? Ez a nagy, igen, itt a királynő. Jaj, hatásszünet. Csak megcsodálhassuk a királynőt. Akarod még, hogy és itt vagyunk. És itt is van! És itt is van! 120 életes királynő, és megvan a küldetés! Meg van a és ezt miért robbantottuk föl? Mert... Ez nem volt annyira erős. Egyszerű ez megtűnt. Ez volt a királynő? Igen. Azt hittem, hogy csak jön személy random soldier is, mondom, jó? Dehogy is, hát akkora volt, mint a háromszor egy soldier, szóval... Na jó, ez szép volt, emberek. Kiírtottuk a bajt. Embereset játszottunk ismételten. Megöltünk ártatlan dolgozó, szorgos kis élőlényeket. Ennyi volt, kész, megcsináltuk. Pedig büszkén távozhatunk. Eltapostuk a gyengébbet. Na. Büszkék lehetünk magunkra? Igazán büszkék lehetünk magunkra. Most még kifoztam azt a sivatagi templomot. Hol lehet kijönni? Á, itt van egy beleszorult szegénytje. Ó, hát csak nem beleszorult el a futóhomokba. Hű, de sajnálom. Kill it with fire! Bent, itt ezt nem élvezed. Hol lehet kijönni a hangyabolyból? Olyan közel vagy, hogy kijussál. Már majdnem itt vagy a szélén. Halál! Nem, nincs állam segítő. Na jó, hát még egy kicsit bucket dimenziózok. Hát van benne. Vámpírkönyv. De szép! Kokonát! Az kell nekem. The coconut nut is a giant nut. Nut. If you eat too much, you get very fat. But. But. What? What? The coconut nut is a big, big nut. But this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit. It's the cocoa fruit. Of the cocoa tree. Of the cocoa tree. From the Coco Palm family. Yeah. Egyszerűen... Jó, én hivatalosan is elvesztem. Sírt se kell állítanatok, ne is temessetek, mert innen már nem fog kijutni. Mi történt, Bence? Elvesztem ebben a paket dimenzióban. Akkor lesz az, hogy... Veszek egy ilyen totemet, és azzal hazajövök, mert más ötletem nincsen. Szerintem az nem dzsungel templom, hogyha erre gondoltatok. Ó, igen. Itt vagyok. És már ide látom az óriási... Gancsik? Nem, vagy mi a másik, amit Gancsi. Írtam? Kana. Tök Kana. Mindegy, japán betű. Japán betű, hát ide látom, és hazajöttem, kérek egy kókusziót be a számba. Na lehet 29 ananászom, mindjárt lesz még rengeteg kókuszom. Mi az? És el tudom végre készíteni a... pinyakoládát, amit már olyan régóta szeretem. Olyan intenzitással foglalkozol ezekkel a kis növénykéid, de nagyon aranyos. Nincsen csontport, tudsz még adni esetleg? Andi, gyere, vedd fel a gasztrobotanika tantárgyat. Kértek? Kérek. Oj, pinyakoláda. Varusz? Egészség akkor. Én előbb befejezem itt a munkát. Hány 10 000 blokkot is tettél meg ezért a kis de pinyáért? Sokat. Valamitől sebződök. Azt hiszem kész. Na, szép munka. Azt hiszem. Ja, kard! Ó, köszönöm. Patkány, meló? Igen, de japánul. Na, akkor ennek örömére kocincsunk egyet a piña coladával. És ez itt mi, amit ide letettél? Egy kis... Ez egy fan. Ez egy kis... Ó, és lehet forgatni. Igen, 600 millió irányba. Nyári hőségben itt. Szárít majd minket. Bekapcsolni nem lehet, mert lehet, hogy ez izzadságtól. Kockszal, akkor na akkor, betörök. Mindenkinek megvan a kolládája, kolláda. Varusz, tessék. Nekem nincs. Köszönöm. Ott van. Kapsz kettőt. Egy kis anyathely. Csak aztán egy minnyával.
Na, jó étvágyat vagy mint. Egészséges. Na, hát a szívet az nem adott hozzá, bezzeg a KFC a stream elején. Na, de nem baj, ez is azért jó volt. Köszönjük szépen, meg jó lett ez a felület is, és akkor a következő részben meg folytatjuk, ugye? Igen. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Hello.